De mit keres Rózsa Sándor Pécelen? Ezt nyomozza ki most az Újságmúzeum. A válasz pedig valószínűleg megkapjuk Megyeri János szobrászművésztől. Szervusz János! Üdvözlöm az Újságmúzeum olvasói! Nem is van régen itt jártunk nálad. Akkor ugye Csukás Istvánnak állítottál emléket egy csodálatos szobor képében. És hát most megmutatom, Rózsa Sándoron kívül láthatunk itt például egy pandúrt is, azon kívül egy hölgyet, de hát te elmondott nekünk, hogy ki kicsoda, és hát hova készülnek ezek a fantasztikus, hiperreális szobrok. Ezek a Kondorosi Kocsma Múzeumban készülnek, ami hát most a vészhelyzet miatt nem tudjuk, hogy mikor, de a közeljövőben remélhetőleg lesz megnyitva. Ugye ezek a szobrok is már réges-régen leszállításra kellett volna, hogy kerüljenek. Egyelőre azért is vannak így összerakva, hogy azért az Újságmúzeum olvasói láthassák őket, de nem a helyükön vannak, hanem szállításra készen. Ezért is van azt talán, hogy a kocsmáros nő kezei most nem annyira néz ki jól, de hát hogyha elképzelnek benne egy üveg bort, illetve egy pultot, ami támaszkodik, mert ugye egy pult mögött áll, onnantól kezdve már szerintem sejthető, hogy milyen pozícióban lesz majd, és hát hiányzik még róla a fejkendő, meg egyéb ilyen apró kis sminkbeli dolgok még. Nézzük meg a főszereplőt, ugye Rózsa Sándort. Rózsa Sándor. Hát, hogyha én megnézem, ez egy időskori ábrázolásnak tűnik, és gondolom ezzel nem sértelek meg, ez így nem, is volt. Abszolút nem sértesz meg vele. Megbeszéltük még annak idején a megrendelővel, hogy nem feltétlenül a fiatalkori Rózsa Sándor kell, hogy megjelenjen, hanem már a forradalom után egy kicsit már a megtört, kicsit már így nem is tudom, kicsit idősödő Rózsa Sándort szeretnék az asztal mögött látni, akivel azért, hogyha mellé ülnek az asztal mellé a látogatók, akkor akár borozni is lehet majd meg fényképezkedni. Tehát ez egy ilyen látványosság, a kuriózuma lesz, és hát főszereplője, hiszen Rózsa Sándorról szól a Kondorosi Kocsma Múzeumnak a kiállítótere is majdan. Hát ugye azt tudjuk, hogy hát Rózsa Sándorról tudtam, a fotó nem készült. De készült? Vannak róla, hát nem fotók, hanem a korábbi technológia. Dagerotípiák. Dagerotípiák, köszönöm, igen, hogy kisegítesz, itt volt a nyelvemen. Dagerotípiák természetesen vannak, főleg amikor már kunsteinben raboskodik. Úgyhogy én, mint mindig is, több fényképből, több ábrázolásból próbáltam az ő karakterét ide varázsolni, illetve hát majd a Kondorosi Kocsma Múzeumba. Úgyhogy megint csak nem volt túl könnyű dolgunk, mert az időskori képei, illetve a fiatalkori ábrázolásai hát elég nehézkes karakterkialakítási munka volt, de én azt gondolom, hogy sikeres lett a végeredmény. Ugye hát Rózsa Sándort sokan hősként tartották számon. Neked milyen érzéseid vannak vele szemben? Hát tudom, hogy mindig, ha valakivel egy szobrot készítesz, akkor nem csak, hogy utána nézel, hanem valamilyen szinten azonosulsz vele. Természetesen nagyon sokat olvasok, és nagyon próbálom a jellemét, a karakterét megismerni mindenkor azoknak, akiket így a kezem közé kapok. Rózsa Sándor valóban a nép száján egy hősként, egy Robin Hood szerepet töltött be az 1800-as évek közepén így az Alföldön. De azért, hogyha megnézzük a képeit is, illetve ezt az ábrázolásait, azért a szeméből látszik, hogy ő azért egy bitang volt. Tehát ő azért csak egy gangster volt, aki azért embert ölt, aki azért a bűn útján járt. És ez a tekintetéből nagyon-nagyon lejött nekem, amikor néztem és elmélyültem ugye az életébe. És igazából nem annyira az arcvonásai voltak számomra az érdekesek, hanem ez a tekintet, hogy ezt a tekintetet tudjam visszahozni. Kérem szépen, velem nem lehet kukoricázni, mert bárkinek elvágom a torkát, hogyha éppen arra kerül sor. Bár hagyd tegyem hozzá, hogy a 48-49-es szabadságharcnál ő ugye amnestiát ígértek neki, és hát kapott is arra az időszakra, és bizony hősiesen küzdöttek a magyar szabadságért. Elvitathatatlan érdemei vannak mindenféleképpen Rózsa Sándornak és azoknak a betyároknak, akik azért mellé álltak.
de hát ugye nem úgy alakult a történelem vihara, ahogy azt mi elképzeltük, vagy ahogy azt ők elképzelték, úgyhogy sajnos rabságba került aztán a későbbiek folyamán, és hát felelősségre is lett vonva rendesen. Méltatlan módon még nem beszéltünk a pandúrról. A perszekútor. Szintén fotó alapján készült, vagy pedig ez egy elképzelt figura? Ez egy elképzelt figura, tehát a Korcsmáros nő is, és a perszekútor is, ugye a pandúr, ők elképzelt figurák, akik igazából a környezethez tartoznak, és az öltözékükön, a nem is tudom, megjelenésükkel próbálják segíteni ezt a jelenetet, illetve ezt a kocsma múzeumi szintet. Mindemellett gratulálok, már csak egyetlen fontos kérdés van, hogy hát mikor lesz a megnyitó? Mit tudsz róla? Nem tudjuk. Sajnos nem tudjuk. Már úgy volt, hogy kora tavasszal szeretnék volna, ugye közbeszólt ez a vírushelyzet, ez a válsághelyzet, és én úgy volt, hogy múlt héten már kapok esetleg egy időpontot, hogy mikor szállíthatom le, hiszen ők sem tudják még, bár most, hogy így a héten már talán a vidék kapcsolatban már vannak így lazítások, remélhetőleg hamarosan leszállítjuk, és amint tudni fogom, hogy mikor lesz a megnyitó, szerintem ezt jelezni fogom mindenféleképpen az újság múzeum olvasói felé. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm. Aki szeretné majd megnézni Rózsa Sándor szigorú tekintetét, az a Kondorosi Kocsma Múzeumban majd megteheti, remélhetőleg minél hamarabb.